Régi helyén, de jobb körülmények között csodálható meg a Mona Lisa, a párizsi Louvre leghíresebb kiállítási tárgya. A festmény hétfőn került vissza eredeti helyére egy teremfelújítás után. A világhírű műalkotás most jobb megvilágításban és jobban átlátható üvegfalon keresztül lesz megtekinthető. Kicseréltük a védőüveget, amely már 15 éve volt a Mona Lisa előtt, mondja ez a művészettörténész. A technológia jelentősen javult. Ma a Mona Lisa egy különösen átlátszó üveg mögött van, amely megadja azt az élményt, hogy valóban közel állunk hozzá. A Mona Lisa termének falait ékékre festették, hogy jobban kiemeljék a remek műveket. Gördülékenyebbé tették a látogatók áramlását is. Korábban valóságos tömegjelenetek alakultak ki a Mona Lisa előtt, alig lehetett a festményhez férni.